Castle to Castle címen nyert támogatás célja a történeti és építészeti hitelességen alapuló várrekonstrukció végrehajtása. A 21. századi vendégek igényeinek megfelelő élményalapú látogató és rendezvényközpont kerül kialakítása Regécen. A vár 329 évvel a császári katonák által történt lerombolása után újjáépült. A hagyományos falazási technikával a pincétől a tetőig kiegészítésre kerültek a 16. században épült pompás, emeletes keleti reneszánsz palotaszárny jelenleg romos falai. A palota keleti oldalán egykor állt kisbástya szintén a fejlesztés része. Ennek a várárokba nyúló alapját alapos kutatással sikerült feltárni. A várban egykor pezsgett az élet, fogadóterem az emeleten kapott helyet, a földszinten pékkemencék működtek, a pincében pedig tartósító ecetes hordókat tároltak. Új szolgáltatások jöttek létre, valamint látogatóközpont épült a település központjában, ahol II. Rákóczi Ferenc fejedelem gyermekkoráról és a vár mindennapi életéről kap áttekintést a látogató. Számunkra rendkívül fontos, hogy hát mégiscsak a történelmi örökségünk, történelmi és kulturális örökségünk, tehát a megmentés és gondozása az nem lehet kérdés. Ez Regéc számára ez mindig ennyire egyértelmű volt, ezért is kezdtünk bele egy olyan munkába, amivel most ide jutottunk, még 90-es években, hiszen azt mi fájdalomban vettük tudomásul, hogy ott pusztul, benőve bozóttal, sok-sok méter törmelék alatt pusztulnak a megmaradt falak, amik a 86-os pusztítást túlélték, tehát egyszerűen a nemzeti értékünket kötelesek vagyunk menteni. Természetesen azzal is számoltunk, hogy egyszer majd talán ez a településnek, a településen élőknek azért valamilyen jövőt jelenthet. Tehát mondhatnám úgy is, hogy a múltunkból a jövőt jelentheti, hiszen természetesen munkált bennünk a gondolat, hogy ha a fejlesztése jó irányban fordítható, akkor nem csak az értéket mentjük, hanem mondjuk az itt megmaradás esélyét is tudjuk növelni, és azt látjuk, hogy nem nagyon tévedtünk e tekintetben, van ennek realitása, és nem csak a település szempontjából, hanem most már jól láthatóan a környező települések a térség szempontjából is meghatározó az a turisztikai erő, amit a Regéci vár képes kifejteni. A palotaszárny új interaktív kiállítása is sokrétűen és élményszerűen engednek majd betekintést a vár e dicsőséges korszakába. A régészeti munkálatok során számos díszes kályhacsempe, valamint a mindennapi élet eszközei is előkerültek. Az Zempléni várak közül az egyik legeldugottabb talán a Regéci vár, amely egy meredek sziklakúpon áll, és ez az a vár, amely több rétegét tekintve eredeti magasságában fennmaradt, így módon az egyes épületek rekonstrukciója viszonylag könnyű. Így történt ez az öreg torony esetében is, amely 329 év után újult meg, és így történik ez majd a mostani palotaszárny esetében, a keleti palotaszárny esetében is, ahol ismerjük az első emelet párkány magasságát, így módon a tető már könnyen rászerkezhető, és ami különösen jó, hogy egy 1685-ös inventárium jóvoltából tudjuk, hogy a reneszánsz palotaszárnyban mind a pincében, mind a földszinten, mind az első emeleten milyen helyiségek voltak. Volt például az ecetes ház, volt például a lányasszonyok háza, vagy a kisebédlő palota, vagy volt például a kék színűre festett szenelőbolt, és az életmód történet szempontjából, hogy ezt egy kiállításban szeretnénk bemutatni, ezek az információk elengedhetetlenül fontosak. Ezek segítségével tudjuk megteremteni azt az atmoszférát, azt a vonzerőt, ami a látogatókra hatva egy jelentős látogatószámot generál, majd a sok látogató és az itt rendezvényen résztvevő vendégeknek köszönhetően a bevételek is oly módon tudnak alakulni, hogy a vár nyereségessé válik, és hosszú távon fenntarthatóvá válik. A Regéci vár fejlesztésének eredményeképpen létrejövő, a vár egykori fényét visszatükröző palotaszárny és kapcsolódó élményelemek várhatóan az év végén készülnek el. Regéc község lakói sok szeretettel várnak minden látogatót, akiknek szép időt, kellemes emlékeket és élményekben gazdag kikapcsolódást kívánnak.